A napraforgó jobban bírta az idei forróságot és a száraz időszakokat, igaz ez nagyban múlott a gazda odafigyelésén is. Több plábának a betakarításán már túl vagyunk, gyakorlatilag egy-két nap is végzünk. A közel 40 mázsástól egészen a 17-18 mázsás kombánytiszta termésekig, tehát ez elég nagy a szólás. Nagyon nem volt mindegy, hogy milyen talajmunkába, milyen vetőmagfajta, és a talajnak a vízszolgáltató képessége, hogy mennyire tudott lemenni a növény a mélyebb rétegekbe, ahol talált magának megfelelő mennyiségű vizet, hogy ki tudja nevelni a szemeket. Az eredményeket a terület minősége is meghatározza, és persze a csapadék mennyisége is döntő volt, de a jó termések mellett rendkívül alacsony átlagokat is betakarítottak. Nagyon nagy szórás van. Itt elsősorban az agrotechnika, illetve a talajnak az adottsága. Esetleg néhány milliméteres hővel, több vagy kevesebb volt egy-egy határészen, az is nagyba befolyásolta ebbe az évbe, de elsősorban az agrotechnika, a fajta és a talajnak a vízszolgáltató képessége. Vannak olyan területek, ahol nem igazán szenvedett a szájkát a napraforgóval, mondhatom ezt, viszont vannak olyan részek, ahol óriási terméskiesések vannak, hisz nem ritka az 5 vagy 7-8 mázsás napraforgó sem, ami egyértelműen jelzi, hogy sokkal kevesebb mennyiségű csapadékot kapott. A tavasszal elvetett kukoricából számos tábla nem érte meg a szeptemberi betakarítást, a legnagyobb kárt szenvedett állományokat a gazdák még augusztusban lesilózták. A kukorica betakarítása, mondhatom ezt ironikusan, nagyon korán kezdődött, hisz nagyon sok áru kukoricának szánt kukoricát augusztus hónapban már silózták, illetve valamilyen szinten betakarították. Azok a kukoricák, amelyek úgy néztek ki, hogy alkalmasak lesznek arra, hogy áru kukorica legyen belőle, annak a betakarítása már megkezdődött, illetve most van folyamatban, hiszen a nedvességtartalma 15, illetve az alatti 10%-ot mutat, tehát optimális arra, hogy betakarítsuk. Az Agroperfect Kft. Olajtököt is termel. Ennek a betakarítása a hónap végéig munkát ad a gépeknek és az alkalmazottaknak. Nekünk a napraforgó, illetve a kukorica, aminek a betakarítását megkezdtük, illetve lassan befejezéséhez közeledik. Az olajtököt egy hete kezdtük el szedni, annak még ez a hónap, ez hátra van, tehát ez a szeptember hónap, ez az olajtök betakarítás jegyébe fog eltelni, illetve nekünk van még cukorrépánk, amelynek a betakarítása gyárütemezés szerint október második dekádjára várható, amit mi nem tudunk, csak nagyjából, tehát október vége felé várható ennek a betakarítása. A Kft. Talán az egyetlen olyan mezőgazdasági üzem Karcagon, amely cukorrépát is termel. Ezt az egyetlen még működő magyarországi cukorgyár termelteti. Mivel egyetlen egy gyár van Magyarországon, a kaposvári cukorgyár, oda szerződtünk le. Nagy a szállítási távolság, nyilván nagy a szállítási költség, amit a cukorgyár fizet, de mivel az egész ország területére így eloszlott a termeltetési lehetőségük, ezért az időjárást egy picit jobban kivédték, ezért termeltetnek az Alföldön is, és így is megéri nekik, hogy elszállítják. Vasúton történt, de betakarítás után vasútállomásra szállítunk, és a vasútállomásról vagonokba rakva irányvonatokkal szállítják a cukorgyárba. A napraforgó esetében az értékesítési lehetőségek elfogadhatók, a kukorica árva is jócskán emelkedni fog, ám ez az állattartókat hozza nehéz helyzetbe. Úgy gondolom, hogy mindenki 10-15 mázsás hektáronkénti termésre leszerződött 120 ezer forint környékén, tehát plusz-minusz néhány ezer forint eltérés, és most a szabad piacon, tehát a szerződött mennyiségen felüli ár az olyan 140 ezer forint plusz olajbonifikáció, tehát az úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon elfogadható. A kukorica ára nem tudom igazán, mert tehát mindenki kivár, de nyilván nem egy 5-6 ezer forint lesz, hanem én úgy gondolom, hogy lehet, hogy 7 vagy esetleg még felette is, ami az állattartóknak nagyon nagy problémát fog jelenteni. Ez drágulás lesz mindenképpen az élelmiszer ágazatnak. Az olajtök ára az mi esetünkben szerződött ár van, tehát itt teljesen úgymond idézőjelben mindegy, hogy mennyi lesz a termésünk, tehát ez garantált felvásárlási ára van, garantált mennyiségre. A meteorológusok a hét közepére esőt ígérnek, a gazdálkodó szerint ez nem probléma. Párnapos késést még be tudnak hozni. Ilyen 1-2 milliméteres eső, vagy néhány milliméteres eső valóban keresztbe tesz, mert a napraforgónak a tányér szerkezete szivacsos, és az egy 2-3 milliméteres esőtől gyakorlatilag átázik. Az nyilván befolyásolja, tehát annak a betakarítását hátrányosan fogja befolyásolni. Amúgy, ha 20-30-50 milliméter csapadék esnél, úgy gondolom, hogy ezek a talajok annyira ki vannak száradva, nem csak már a felső réteg, hanem az alsó réteg, hogy mindenképpen
egy pár napos úgymond kényszerpihenő után ugyanott lehetne folytatni, sőt sokkal jó minőségben az őszi talajmunkákat, mint ahogy abba hagytuk az eső előtt, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a csütörtök pénteki eső egy nagyon legalább egy 20-30 mm csapadékot talán hoz. Az esővárás érthető, hiszen a földekből egy átlagos év csapadék mennyisége hiányzik. Látni egy hónapos rögösen hagyott szántást, tehát abnak a víztartalma lényegesen eltér annak az gazdálkodónak a földjétől, aki esetleg lezárta optimális időben, esetleg meglazítózta és lezárta a talaját, mert nyilván ott még gyomosodásról is beszélhetünk, de ezek a nyári rögös szántások egy 40-50 mm vízzel kevesebb van benne, mint egy optimálisan művelt talaj esetében. Én úgy gondolom, hogy a január 1-től lehullott 173-175 mm közötti csapadék mennyiség, amiben a hó is benne van, az mindenképpen arra enged figyelmeztetni, hogy legalább egy 350, de talán 400-500 mm csapadék is eloszlás, tehát normális csapadék formájában, áztató eső formájában jöhetne a földekre, hogyha el lesz vetve is utána. Tehát fel kellene télen töltönni a talajnak nedvessége, mert így a tavaszi, illetve az őszi vetésű kultúrák nagyon nagy gondba lesznek, illetve mi gazdálkodunk ugyanígy. Tehát nem lesz, nem, most már hiába lazítózunk, illetve hiába próbálunk meg olyan talajművelési módszereket választani, hogy a talajban levő vizet hozzájuttassuk a növényünk gyökerzetéhez, mert egyszerűen már nincs a talajban sem több nedvesség, és ezért kellene most már feltöltő csapadék, hogy legyen úgymond mihez nyúlni nekünk is, illetve a növényeinknek. A talaj előkészítést a szárazság ellenére is megkezdték a gazdák, hiszen várni ezzel sem lehet. Én úgy látom és úgy gondolom, mi magunk is úgy teszünk, csináljuk, mert muszáj csinálunk, hisz a naptár azért az minden nap előre ugrik egy napot, és ha esetleg, ha megjönne egy olyan esős periódus, ami hátráltatna a munkát, akkor azért azt már nem tudnánk behozni, és ezért kénytelen vagyunk dolgozni, készíteni a talajainkat az őszi vetésű növények alá, illetve a tavasziak alá az méhlazítás, illetve a szántás lassan mi is kezdjük, mert mennünk kell tovább, és ha egyszer elered az eső, akkor talán egy picit hátra dőlve a székünkbe várhatjuk, illetve nézhetjük, hogy esik az eső. Viszont ha nem, most nem csinálnánk semmit, hanem arra várnánk, hogyha esik az eső, akkor viszont ha tényleg megjön az eső, akkor viszont gond lenne. A határban tehát folyamatban van a napraforgó és a kukorica betakarítása, az eredmények az szájos évnek megfelelően alakultak. Hogy a jövő esztendő jobb legyen, ahhoz mindenképpen eső szükséges.